Volodymyr Zelenski, ukrán elnök haditanácsot hívott össze csütörtökön Kijevben, hogy megvitassák a Donetsk megyei Bakhmut és a tőle mintegy 15 kilométerre fekvő Szoledárvárosok városok körül kialakult helyzetet. Megbeszéltük a front főbb irányaiban kialakult helyzetet. Különös figyelmet fordítottunk a Bakhmuti és a Szoledári harcokra, írta Zelenszkij a Facebookon. Kiemelte, hogy az említett városokat védő ukrán alakulatokat folyamatosan ellátják lőszer utánpótlással és minden mással, ami szükséges. Az elnök tájékoztatása szerint szótejtettek az ukrán hadsereg megerősítéséről a partnerországoktól kapott felszerelésekkel és fegyverekkel. Szerhi Cserevati, a keleti ország részben harcoló ukrán alakulatok szóvívője, egy TV műsorban elmondta, hogy a nap folyamán az orosz erők 91 alkalommal lőtték Szoledárt, és közölte, hogy több mint 100 orosz katona halt meg a városért folyó harcokban. Szoledárban folynak a harcok, az ellenség oda összpontosította fő erőfeszítéseit, beleértve a Wagner csoport legképzettebb katonáit és más alakulatokat. Rakéta és tüzérségünk azonban arra összpontosította erőfeszítéseit, hogy amennyire csak lehet, kiszorítsa az ellenséget, fogalmazott a szóvívő.